Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Itt a nyár, vele együtt a kánikula is. A nagy meleg minden közlekedő szervezetét bizony megviseli, ilyenkor pedig a balesetek kockázata is megnő. Hamarosan elmondjuk, hogy mire érdemes figyelni, de előtte jöjjön a teljes kínálat. Mezőgazdasági körkép. Rengeteg kárt okozott a múlt hétvégi vihar. Tábor a Riddensben saját nevelési igényű diákoknak szervezték. Közlekedés nyáron magas a baleseti kockázat a hőségben. Rendhagyó év az idei mezőgazdasági szempontból. Szinte minden növénykultúráról elmondható, hogy 2-3 héttel korábban beérett a szokásostól. A szántóföldeken is hamarabb munkába álltak az aratógépek. A gazdák túlnyomó része néhány napja még bizakodó volt, a hétvégi vihar azonban rengeteg pusztítást végzett. A június végi állapotokról Rácz Imrét, az Agrárkamara vármegyei elnökét kérdezem. Jó estét kívánok, elnök úr! Köszönjük, hogy itt van nálunk. Hát akkor beszéljünk a legaktuálisabbról. Ugye hétvégén nagy vihar volt a vármegyénkben is. Ez a mezőgazdaságot mennyire sújtotta, mi az önök tapasztalata? Hiszen ha jól tudom, akkor hétfőn bejárást is végeztek, ugye? Így igaz. A kisvárdai, kemecsei, ibrányi járásban okozott főleg, itt volt a legnagyobb káros hatása ennek a viharnak, és itt próbáltunk tájékozódni. Ugye a híradásokból hallottuk, hogy milyen nagyszemű teniszlabda, nagyságú jég is volt, és hát kellemesen csalódtunk azzal abba, hogy ezek kis területet érintettek, ezek a nagy kárt okozó, nagy méretű jegek lekorlátozódtak, szinte még a melyik utcában a háztetőket megrongált, ott se az egész utcán ment végig, hanem nyilván aki kárt szenvedett, az nem így látja, de a híradásokban lelkileg arra készültünk fel, hogy nagy pusztítást végzett a mezőgazdaságban is, és elmondhassuk, hogy ez a nagyszemű jég kis területeket érintett, táblán belül egy-egy foltokat, illetve a napraforgóba, a kukoricákba okozott olyan károkat, amit úgy gondolunk, hogy még regenerálódik, és ki fogja heverni a termés mennyiségbe, nem fog még beavatkozni. Inkább az okoz nagyobb területeken kárt, hogy 50 meg 55 mm, és volt olyan hely, ahol 220 mm, három havi csapadék hullott le pár órán belül, és ezek összefutottak, ugye nem olyan sikterep ez a mi megyénk, ezek a járások, dombozat övezi, és a mélyfekvésű területekre ezek a csapadékok összefutottak, és hát volt olyan 70-80 centis vizek álltak, hogy ez 5 hektár, 2 hektár, hol mennyit vett el a táblából, és mennyi ideig fog a növényen rajta maradni, ha kevés ideig lesz rajta, akkor akár még ezt is kiverheti terméscsökkenés nélkül, de ha több ideig van rajta, akkor a gyökerek elhalnak, és el fog pusztulni a növény ezeken a területeken. Illetve mivel hogy olyan járást érintett, ahol sok a terület borsó, ezt a borsókat szinte úgy leverte, hogy betakaríthatatlanná vált, de érdeklődtünk szerencsére, ezt olyan szervezett rendszerben termesztik, a csemege, kukoricát, borsót is, hogy mindenkinek van biztosítása, úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy 15 napon belül ezeket az illetékes hatóságok felé jelentsék be. Azt reméljük, hogy nem lesz ilyen már a elkövetkező időszakban, ami a mezőgazdaságban ilyen károkat okozna. Nagyjából lehet-e tudni, hogy körülbelül akkor hány hektárt sújtott így módon a vihar? Tehát ugye nem csak a jégkárról beszélünk, hanem akkor itt vízmennyiségről is, nagy vízmennyiségről hát is. Nagyjából lehatároltuk azt a területet, ahol kisebb mértékű és nagyon mértékű károk. Így széjjel nem lehet ezt széjjel szedni, mert hát még megközelíthetetlenek voltak, sok településen nem lehetett bemenni, még terepjáróval se, de egy 9000 hektárt határoltunk le, ahol kisebb-nagyobb mértékű károk keletkeztek, és azon belül, hogy mennyit foglalt el a víz, az majd a későbbiekben lehet meghatározni. Mit lehet tudni a gyümölcsösökről?
Hát azok a gyümölcsösök, főleg itt a megyérési fázisban volt, le is volt kezelve, azokat szinte az utolsó szemig leverte a földbe, szóval pont betakarítás előtt ettől rosszabbkor nem is jöhetett volna egy ilyen. Még ha jég nem lett volna, akkor is a szél, a vihar is lerázta volna, mert direkt ezért kezelik le, úgyhogy azokban 100%-os kárt okozott. De nem az egész megyét sújtotta teljes mértékben a vihar, tehát akkor voltak olyan részek, ahol olyan mennyiségű csapadék hullott, mint az elmúlt néhány hónap alatt összesen, de voltak olyanok, ahol viszont kevesebb csapadék esett. Igen, a mi térségünkben, a Dénységükről, Hajdú megyébe vagyunk mi határosok, és tegnap kimentünk megnézni, ott 12 mm esett itt a 220-hoz viszonyítva, és már el kellett öntözni a csepegtető öntözést a gyümölcsösre. Szombaton meg vasárnap nem ment, hétvén már el kellett indítani, úgyhogy annyira szélsőséges ez az időjárás, hogy azért a 220 meg a 12 mm közt rettenetes nagy különbség van. Egyik helyen három havi csapadék hullik le, a másik helyen meg már várnánk az esőt, bár félünk is tőle, mert most megint mondja péntekre, hát oda, ahol áll a víz, oda viszont nem nagyon hiányozna. Beszéljünk az idei év időjárásáról úgy általában. Mi mondható el, mennyire elégedettek a mezőgazdaság szintjén? Hát a mezőgazdaságot és az időjárást, ha összevetjük, akkor olyan csapadékos időjárás volt, lehet, hogy csak 2 vagy 3 vagy 5 mm csapadék hullott, de az pont akkor hullott, amikor a fejtrágyázást elvégeztük a kalászosokban, pont akkor hullott 3 vagy 5 mm, amikor a szárba indult, vagy a kalász fejlesztége, szóval mindenkitől azt hallani, hogy jó kimenne a határba, a kalászok telszemekkel vannak tele, és a napraforgó kukorica talán, hát nem emlékszünk ilyen szép, ígéretes termésre, most megint megkapta a csapadékot, és ha 1 hektárból vagy 10 hektárból valamennyi most károsodott itt a mélyfekvésű területre gondolok, az sokkal több hasznot csinál, mint mondjuk ha visszagondolunk, hogy 2022-ben milyen aszályos évet tudhatunk magunk mögött. Én azt gondolom, hogy nyilván ezt a három járást súlyosan érintette, azt más gondolatok vannak a gazdák fejébe, de összességében én azt gondolom, hogy a közepestől egy jobb termést várunk kalászosból is, és nyilván még a kukorica napraforgó távolinak tűnik, de ahogy most kimenjünk és meglátjuk a határt, én bizakodóak lehetünk, amihez egy kis szerencsével párosulhatna egy jó felvásárlási ár, és ránk is férne itt az aszályos év, az ukrán behozata. Szóval hát, ha egy kis optimizmussal törtené le a gazdálkodókat. Tehát akkor összességében elmondható, hogy egyenlőre elégedettek, bizakodóak, jó kilátással vannak így az agráriumban a vármegyei mezőgazdászok. Viszont még azért arra kíváncsi lennék, hogy mi a véleményük azzal kapcsolatban, hogy hamarabb kezdődik az aratás. Hogy először is. Egyébként szerintem mindenki tapasztalja, ugye például tavasszal az orgona is néhány héttel, majd hogy nem egy hónappal korábban virágzott. Is, igen. Igen, hát egy kicsit ez is, mintha alátámasztaná azt, hogy miért lett ilyen, vagy lehet, hogy már ezt mi csak kitaláljuk hozzá, azt nem megalapozott. Azt gondoljuk, hogy amilyen nagy vihar volt, és kevés kárt okozott, mert ugye fákat döntött ki, és a búza mégis álma maradt sok helyen. Azt gondoljuk, hogy ahogy korán jött a meleg, nem volt idő a szárba szökkenéshez annyi idő, amennyi rendelkezésre szokott állni. És nem nőtt meg olyan szára, nincs, mondhatnánk minden növényre, a rozsra is, a búzára is, vagy az árpára is. Egy jó arasznyi van, mint ha rövidebb lennének a szárak, azt lehet, hogy erősebbek is. Úgyhogy az a korai felgyorsult 20 fok feletti hőmérsékletek azt okozhatták a növénynek, hogy most már igyekezni kell neki, mert itt a nyár és a kalászba indulás előbben indult, és így volt idő a szemkifejlettséghez, kapott egy kis csapadékot is, illetve olyan, amelyik nem lett szárkezelővel lekezelve, azoknál a tábláknál is azt fedeztük per tegnap, hogy
nagy vihar volt, fákat kidöntött, meg ehhez hasonló, és a kalászosok mintha állva maradtak volna. Mire számítanak a továbbiakban? A kárenyhítésre egyébként ugye szó esett erről. Mennyire szoktak egyébként jelentkezni a gazdák? Hát jelentkeznek mindenki. Most már az az információ azért eljutott minden gazdálkodóhoz, hogy 15 napon belül az észleléstől elmenjen, és akkor felvegye a kapcsolatot az illetékes hatósággal, mondjuk a falugazdász, és akkor a falugazdás közreműködésével ez rendeződik, ugyanis ez majd a későbbiekben az előbb is feltételes módban tettük, hogy azért a termés, bízakodunk abban, hogy termés csökkenés nélkül megúszta, de ha nem, azért egy kiegészítés mégiscsak ott lebeg az ember előtt, hogy ha nem, akkor mégis a kárenyítése alapban most 35 milliárd forint van, ami talán az utóbbi évben a legmagasabb, és én azt gondolom, hogy azokat az igényeket abból ki lehet elégíteni, ami jogos károk esetleg jelentkeznek, úgyhogy mindenkit arra is kérünk, hogy jelentkezzen be, és akkor november 30-án kell azt végül összesíteni, hogy keletkezett kár, hozamkiesése származott vagy nem származott, akkor van az elszámolás ideje, és akkor ezt, ha igen, jogos, akkor igenis számított kárenyítésre. Ezt azért megerősíteném azzal, hogy szeptember 15-ig viszont a kötelező kárenyítésben, amit már kiküldtek, hogy mennyi összeget kell befizetni, arról senki ne feledkezzen el, mert annak olyan határideje van egyedül csak annak, hogy 15-ig be is kell érkezni annak az összegnek, nem elég, hogy az utalást teljesítették. Folyamatosan sújtja az agráriumot is a munkaerőhiány. Mennyire akut ez most önöknél ez a probléma, és főként mely ágazatokat érinti leginkább? Hát a kézi munkaigényes növényeknek a termesztése, és akkor lassan azért szűnik itt meg a mi megyénkben is, vagy erősen csökken szinte évről évre 1000 hektárról a gyümölcs területek. Hiába van most nagyon jó feltételekkel lehetne telepíteni. Mindenki arról beszélget, hogy kedve lenne hozzá, területe megvan, minden adottság megvan, de a betakarítással nem fog tudni mit kezdeni, és akkor hiába mondhatnánk azt, hogy mintha lassan kialakulnának a felvásárlási árak, mindenki abban látja, hogy ezek az árak azért kezdenek kialakulni, hogy hiány lesz ezekből a gyümölcsökből, még itt a mi megyénkben is, ahol itt a megy vagy az almára gondolunk, valamikor a fénykorában az egész országot el tudtuk látni a gyümölcsökkel. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönjük szépen a lehetőséget. A nyíregyházi Riedenz gimnázium sajátos nevelés igényű tanulói számára szervezett pályaválasztási tábort a Vizitjúk Vizitúra Egyesület. A diákok az önismereti foglalkozásokon kívül olyan alternatív karrier utakat is megismerhetnek, amire a szűk oktatási keretezésben nincs lehetőség. A hétfőtől csütörtökig tartó táborban ifjúsági ENSZ nagykövet, filmrendező, színművész és rádiós újságíró is tartott előadást a tanulóknak. Sipos Marianna rádiós újságíró mesél a szakma rejtelmeiről sajátos nevelési igényű diákoknak Nyíregyházán. A tábor ötletgazdája a Vizitjúk Vizitúra Egyesület az autistákért volt, amely idén már tartott hasonló foglalkozásokat a nyíregyházi Riedenz gimnazistáinak, és a jövőben is tervezik az intézménnyel való szoros együttműködést. Azt vettük észre, hogy a sajátos nevelési igényű fiatalok karriertörekvéseit nagyon kevesen veszik komolyan, és még kevesebben fektetnek abba energiát. Most akár iskolai keretezésről beszélünk, akár munkaerőpiacról a későbbiekben, hogy valós perspektívákat tárgyanak a fiatalok elé. Meglehetősen kevés azoknak a szakmáknak a száma, amit egy sajátos nevelési igényű fiatal ki tud tanulni, ha csak nem nagyon magasan funkcionáló gyermekről beszélünk. Simon Gabriella hozzátette, a cél az, hogy önismereti alapokat adjanak a gyerekeknek, és segítsenek nekik felfedezni azt, hogy miben lehetnek a legjobbak. Fekete Marianna, a Riedenz igazgatója szerint az itteni diákok számára különösen fontos, hogy a tanórától függetlenül is betekinthessenek a különböző alternatív karrier lehetőségek világába.
A Nyíregyházi Ridenc Gimnázium szakiskola és kollégium több célú intézmény. A szakgimnázium vagy a gimnáziumban érettségire készülő tanulók vannak. A felsőbb évesek, a 12-esek éppen most érettségiznek, az alsóbb évesek vesznek részt ebben a programban. A szakiskolai tanulók közül is van néhány. A 12-esek már, 10-esek már levizsgáztak, az alsóbb évfolyamosok a szakmai gyakorlatukat töltik. Ők kerékpárszerelők, családellátók, számítógépes adatrögzítő szakmán tanulnak, és ez a nyári összefüggő gyakorlat, ami most részt vesznek, ennek része ez a pályaorientációs foglalkozás. A gimnáziumi tanulóknak ez nagyon hasznos, hiszen ők még ezután fogják eldönteni azt, hogy merre tovább, milyen szakirányban, illetve a szakmát tanuló diákjaink és 9 előkészítő után többfajta szakmát választanak, illetve több szakmát próbálhatnak meg, és érvényesülhetnek a további életükben. Hogy merre tovább, a szakiskolai tanulók nagyon sok hasznos ismeretet szereznek nálunk. A családellátók mosni, főzni, takarítani, csecsemőápolást, idős gondozást tanulnak, ők ezzel érvényesülhetnek az életben, de a kerékpárszerelők is kint vidéken igen sok, és egyre több a kerékpárút, a kerékpár, amit ők javíthatnak, karban tarthatnak, és akár vállalkozás mellett is dolgozhatnak. A tanulóink nagy részt fogyatékosok és hátrányos helyzetűek. A második nap meghívott vendége Sípos Marianna mellett Magyarország ifjúsági ENSZ nagykövete volt, aki a fiatal korosztály számára igyekszik eljuttatni a szervezetet foglalkoztató aktuális témákat, kérdéseket, miközben egyfajta párbeszédet képvisel a szervezet és a civil lakosság között. Az egy nagyon fontos cél az én pozícióm kapcsán, hogy minél több emberhez eljusson az ENSZ-nek a szervezete, és ne csak a háborús helyzetben halljanak róla, tudják azt, hogy milyen dolgokkal foglalkoznak ezen kívül, és hogy mondjuk a fiataloknak milyen bekapcsolódási lehetőségük van a párbeszédbe. Amikor én erre a pozícióra jelentkeztem, akkor már nagyon erősen bennem volt az, hogy diplomáciában szeretnék elhelyezkedni, viszont nehéz azért elindulni ezen az úton, és ez az ifjúsági küldötti szerep, ez pontosan abban is tud számomra segíteni, hogy minél több kapcsolatot építsek ezen a téren, és hogy én is azért erősebben belelássak ebbe a munkába. Úgy jutottam el ide, hogy igazából egy pályázati lehetőség volt, volt ennek egy írásbeli szaka, utána behívtak egy szóbeli elbeszélgetésre, majd pedig a döntő fordulóban 4 ember közül kerültem kiválasztásra, és nekem van ebben az évben egy küldött társam, ugyanis egy senior-junior program keretében dolgozunk mi most ketten együtt Vestein Anna Máriával. Idén én vagyok senior, ő junior, és a következő évben, tehát 2025-ben ő fog majd seniorként működni. Illetve nem olyan régen kiválasztottunk magunk mellé 5 ifjúsági segítőt, akik igazából a szakértelmükkel és az energiáikkal és a lelkesedésükkel tudnak nekünk abban segíteni, hogy a szakmai háttéranyagokat összeállítsák, a közösségi média platformjainkat kezeljék, mert ahogy említettem az elején, szeretnénk, hogy minél több emberhez eljusson az ENSZ-nek a munkája, és főleg a fiatalokhoz, amit sokkal-sokkal egyszerűbb, hogyha a közösségi médiát jól menedzseljük. Akkor, ha jól értem, ez egyfajta ilyen szemléletformáló, tevékenységet tetszik érzékenyítő. Melyek azok a témák, amelyek most nagyon hangsúlyosak, és amelyeket fokozottan szeretnétek eljuttatni a fiatalokhoz? Minden évben az ifjúsági küldöttek választhatják ki, hogy mik azok a témák, amikkel foglalkoznak, ezért már az előző években is nagyon színes programokat vittek a korábbi ifjúsági küldöttek. Nálunk ez a nemek közötti egyenjogúság, illetve a minőségi oktatás, azon belül pedig a kulturális nevelésre próbáljuk a fiatalokat ráhangolni, és ez így van, ahogy az előbb elhangzott, hogy egyfajta társadalmi érzékenyítő szerepe is van, az, hogy a fiatalokat aktivizáljuk, egy nagyon-nagyon fontos pillér a mi munkánkban az, hogy összekössük a döntéshozókat és a fiatalokat, tehát ez az a hitteremtő szerep,
ami nagyon-nagyon hangsúlyos nálunk, és oda-vissza működik a párbeszéd, szóval nem csak a fiatalok mondják el a véleményüket rajtunk keresztül a döntéshozóknak, hanem talán ezt a döntéshozói szférát és azt a dolgot, ami kicsit megfoghatatlan, azt közelebb hozzuk a fiataloknak, akár az ENSZ-es értékeket, akár hogyha a közigazgatásra vagy a közéletre gondolok Magyarországon. A pályaválasztási táborban a diákok filmrendezővel és színművésszel is beszélgethettek, akiktől megtudhatták, hogyan alakíthatják ki saját művész identitásukat, vagy miként tudják kihozni magukból és a megfelelő módon érvényesíteni a kreatív energiákat. Az elmúlt héten berobbant a nyár, napokig harmadfokú hőségriasztás volt érvényben. Ilyenkor gyakori a fejfájás, a fáradékonyság, ezek pedig a koncentráló képességünket is befolyásolják. Ez érvényes a közlekedésre is. A forró nyári napokon jellemzően megnő a baleseti kockázat az előbb említett okok miatt. A témával kapcsolatban vendégünk Bordás Béla, Nyíregyháza városgondnoka. Jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ezt a tapasztalatok is alátámasztják, tehát az elmúlt héten több volt egyébként a baleset? Igen, ugrásszerűen nőtt a balesetek számarány, és nem csak a vármegyében történt balesetek, hanem országosan is. Megfigyeljük, hogy hány megyében, hány vármegyében történtek súlyos, sőt, tragikus közúti közlekedési balesetek. Elszomorítóak a számadatok. És külön említésre méltóak azok a balesetek, amikor gyermekeket ér sérülés. Ez nyáron-nyára, a vakáció kezdetekor ez ugrásszerűen megnő. Ugyanis elindulnak gépkocsikkal, a kedves szülők viszik a gyermekeket, és hogy van egy karambol, egy adott ütközés két gépkocsi karambolyánál, általában gyerekek is az utasok között vannak, ugye a szülőkkel vannak, mert vakáció van, akkor sajnos nagyon sok esetben ők is megsérülnek. Itt emelném ki a kedves szülőknek a felelősségét, hogy minden egyes gyermeket kössenek be biztonsági gyermekülésben, ülésmagasító. Ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy a gyerek elölüljön feltétlenül. Tudom, a nagyobb bacskák már szeretnek elölülni, ugye ők már nagyok, élvezik a lehetőséget, és azt se engedjük meg, hogy lehúzott hátsó ablaknál a gyermek derékig ki legyen hajolva, illetve a kis karját kitegye a gépkocsinak az oldalszélvédőn. Ezek mind baleseti lehetőségek és baleseti források lehetnek, amiben megsérülhet egy gyerek. Azt szoktam mondani, hogy ne engedjük kihajolni, akármilyen meleg van, ugyanis egy méhecske, egy bogár belerepülhet a gyermeknek a szemébe, ez egy kisebb dolog. De egy esetleges tárgy, vagy bármi, ha sérülést okoz a gyermek arcán vagy a fején, akkor az ugye nyilvánvalóan akár személysérülés is történhet. Tehát nagyon komolyan vegyük a közlekedést, ami egy veszélyes üzem. És a kedves szülők, nagyszülők figyelmét hívom fel arra, hogy minden egyes veszélyre hívják fel a gyermekek figyelmét a vakáció ideje alatt, bármere is elengedik önállóan. Tudom, nagyon sok gyermek már önálló mobiltelefonnal elengedi a szülő, mert bármikor tudja ellenőrizni. Ne csak ellenőrizzük, hanem kérjük számon, hogy merre fog menni a kerékpárra vagy rollerra, fog-e valakit szállítani. Azt ne engedjük meg semmi esetre sem, hogy a barátját vagy a iskolatársát a vakációba vigye kerékpárra vagy a rollerral. Ugye ezt láthatjuk nap, mint nap a város területén, hogy két gyermek megy egy rollerra, netán még három is, ilyet is sajnos láthatunk, és ott közlekednek, ahol az nem szabad lenne közlekedni, nem szabad lenne a rollerral haladni. Vannak kitűnő kerékpárutak a város területén, de amikor látjuk, hogy a gyermekek hajmeresztő mutatvány kapcsán ott haladnak át ugye kerékpárral és a rollerrel, ahol egyébként is ki van tiltva a kerékpár az útszakaszról. Mondok konkrét példát, Bocskai utca, ki van tiltva a kerékpár a Bocskai utcáról. Keresztbe sem haladhat át a gyermek a kerékpárral. A kijelölt átkelőhelyeken szálljon le, tolja át a kerékpár. Rengeteg felirat figyelmezteti, hogy tolva szabályos országzászló téren. És nem beszélve arról, hogy amikor elengedjük a gyermeket mondjuk Sóstógyógyfürdőre kerékpárra, azért kérdezzük meg, hogy merre fog menni, hol fogja a kerékpárt lecsukni. Valamilyen formában kell, hogy ellenőrizzük és figyeljünk oda a gyerekeknek a biztonságára, és ezt napi szinten tényleg a vakáció elején a kedves szülők erre nagyobb figyelmet fordítsanak. Tudjuk, hogy nagyon sokan dolgoznak. A gyermeknél a kulcs, a mobiltelefon és a kerékpár is oda megy, ahova akar. Igen, ez valóban nagyon jó. A szabadság, aminek örülhetünk, hogy végre itt a megérdemelt szabadság, de itt a nagy veszély. És
ez lenne a legfontosabb, hogy betartani a szabályokat, erre kérjük meg a gyermeket. Közlekedés biztonsági szempontból melyik évszak a veszélyesebb, a tél vagy a nyár, vagy nem lehet így annyira összehasonlítani? Hát télen is nagyon sok baleset történik, de sokszor, amikor havazik, nincsenek olyan súlyos kimenetelű közúti közlekedési balesetek, mint nyáron. Ugyanis alacsonyabb a sebességhatár, viszont most bátrabbak. Jó idő, nyár van, száraz burkolat, nagyobb sebességgel közlekednek. Azért gondoljunk arra, télen nincs rolleros baleset, mert hó van, nem megy senki rollerra. Nem használják a kerékpár. Ahogy a jó idő beköszönt, ugrásszerűen nőnek a kerékpáros és a rolleros balesetek, és ez kiegészítve sajnos a motorkerékpáros balesetek. Ugye ebben az évben már történt, pontosabban ezen a nyáron már motorkerékpáros halálos tragédia történt, rollerral közlekedő halálos tragédia. Hány súlyos sérülése járó kerékpáros baleset történt, amikor törés szenvedette? Hány gépjármű baleset történt, amikor egy-kettő személy sérült meg súlyosan? És napi szinten rengeteg megkeresés érkezik a mentőkhöz, hogy sérülthöz kérnek mentőt, kerékpároshoz vagy rollerre a közlekedőhöz, de nagyon sokan saját maguk jelentkeznek orvosnál vagy kórházba, hogy korábban történt egy baleset, fájdalma van, panasza van, ami tulajdonképpen nem biztos, hogy fog szerepelni a statisztikába, mert nem rögtön hívják a hatóságot, hanem a fájdalomra való panasza később fordulnak gyógyintézetbe. Viszont az autóban is lehet rosszul lenni, és így is lehet sajnos balesetet okozni. Van valamilyen jó tanácsa az autósoknak még mielőtt a forró autóba beülnek? Szelőztessék ki a gépkocsit, üzemeltessék a klímát, amennyiben van klíma, és elegendő folyadékot fogyasszanak, és vigyenek is magukkal. Nagyon fontos az átszellőztetés a gépkocsinál indulás előtt, és aki gyógyszert szed, vagy krónikus beteg, az kérje ki a orvos, illetve a patikusnak a véleményét, hogy tervez egy hosszabb utat, ajánlott-e, milyen gyógyszereket szed, veszélyes lehet ez a vezetésben esetleg, ugyanis évről évre sajnos Nyíregyházán több olyan balesetben vagyunk helyszínen, mikor egyértelműen megállapítják, hogy rosszul lét következtében sodródott le az úttestről, vagy ütközött útszéli tárgynak, korlátnak, fának, villanyoszlopnak. Nagyon sok esetben fékezés nélküli baleset van, és tragédia is megtörténik. Nem a baleset mechanizmusából adódóan, hanem már a rosszul léttel kapcsolatosan előtte lett rosszul, még mielőtt neki ütközött. Ezt nagyon könnyen tudják a helyszínen a szakemberek beazonosítani, hogy mi lehetett az oka, és az lenne a legfontosabb, hogy vigyázzanak egymásra. Gondolom az is nagyon fontos, hogy az autóban élő állatot sem szabad hagyni ebben nem a bizony, melegben. Hobbi állatot. Hány olyan gépkocsit látunk, hogy a kiskutya utazik a családdal, és ha kiszállnak egy bevásárlóközpontba, ott ne hagyják a hobbi állatot, mert ő is nagyon könnyen hőgutát szenvedhet el. Sőt, erre nagyobb figyelemmel kell lenni, hogy a kis hobbi állatnak is legyen elegendő folyadék, tudjon inni vizet. De nagyon sokan láthatjuk azt, hogy visznek kis tálkát is a kiskutyának, és meg szokták itatni. Hát ez egy gondos gazdi, az ilyen, és valóban erre külön ügyeljenek. Egyébként gépkocsiban hobbi állatot csak kedrezben szabad szállítani. Hányszor látjuk azt, hogy anélkül szállítják? Nem szabad, csak ketrezben, mert bizony voltunk már olyan balesetben, hogy a kiskutya előre repült, és őnek is sérülése keletkezett, mikor például 41-es főúton egy személygépkocsi egy villanyoszlopnak ütközött. A kis hobbi állat ugyanúgy megsérült a balesetben. És korábban volt egy vonattal való ütközés a Kótai úton 10 évvel ezelőtt, ott pedig el is pusztult a hobbi állat a gépkocsiba, annál a balesetnél, amikor egy Intercity szerelvénnyel ütközött egy személygépkocsi a Vescsik Vilmos utcán. Beszélt az iménti percekben arról, hogy eléggé balesetveszélyes a motoros, illetve hát még balesetveszélyesebb az elektromos rollerrel való közlekedés. Viszont az autósok hogyan tudnak odafigyelni a motorosokra, vagy akár a rolleresekre? Milyen jó tanácsot tud nekünk? A motorkerékpárra való szabályok figyelmen kívül hagyásának nagy veszélye van. Tehát a motorozás valóban veszélyes üzem,
azért csak két keréken, két tenyérnyi felülettel közlekedik a motorkerékpáros, védőruha, védőfelszerelés, bukósisak, becsatolva, védőkesztyű, térdvédő, ezek nagyon fontosak, amiket felsoroltam, vizsgán nem is mehet egyáltalán a motoros. De láthatjuk azt, hogy egy picit lazábbak ilyenkor nyáron a motorosok, nem mindenki viseli a védőfelszerelést. Viszont a járművezetők sokkal nagyobb figyelemmel legyenek a motorkerékpárosokra, kerékpárosokra, csak egy keskenyebb felület, mint egy személygépkocsi, a motorkerékpáros pedig azzal számoljon, hogy nem biztos, hogy időben észreveszi a gépjárművezető. Mondok egy példát. Egy balra kanyarodó személygépjármű vezetője nem biztos, hogy a szemből érkező motoros időben észreveszi. A motoros erről tehet, hogy jól észrevehető legyen, színes élénk bukósisak, élénk felső ruházat, tompított fényszóró, ami éjjel-nappal kötelező a robogókra, de sajnos nap mint nap látjuk a robogóval közlekedőket városunk területén, hogy semmilyen világítás nincs felkapcsolva, ráadásul sötét színű bukósisak, sötét a motorkerékpár és sötét a felső ruházat. Mindig az élénk színekre törekedjünk, hogy sokkal jobban észrevehetők legyenek, még akár napsütésben. Nem beszélve egy korlátozott látásviszonyoknál, amikor szürkület van, vagy reggel korán, késő este, vagy egy tompult reflexel érkező gépjárművezető nem biztos, hogy észreveszi a szemből érkező motorkerékpárost. És sajnos a leggyakrabban, ha megfigyeljük a baleseti okokat, mikor motorkerékpáros sérül, országosan is az a főszereplő, hogy nem látta, nem vette észre, és nem biztosított elsőbséget a szemből egyenesen érkező motorkerékpárosnak. Na most a kerékpárosok. A kerékpárosok is erre külön ügyeljenek, az élénk ruházatra és a világító berendezés arra, hét kötelező kerékpár felszereltségre, aminek fel kell szerelni a kerékpár, és aminek üzemkész állapotban kell, hogy legyen. Viszont a kerékpárosok is a közúti közlekedésnek a szabályaira nagy figyelemmel legyenek, ismerjék a szabályokat, függetlenül, hogy több mint 70%-a rendelkezik a kerékpárosoknak B-kategóriás vezetőengedélye, de mégis lazább, amikor kerékpárra ül az utakon, több olyan szabályt is figyelmen kívül hagynak, hogy például egymás mellett két kerékpáros megy rájuk nézve, és kötelező a jobbra tartási kötelezettség. Tehát, hogy ezzel tessenek figyelni és a szabályokat betartani. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, szombaton műsorunk külön kiadását láthatják, hétfőn pedig a megszokott időpontban várjuk majd önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.